Kulcsár ügy van, nem delegálta a vívósport vezetés az átalakuló Magyar Olimpiai Bizottságba a legsikeresebb Magyarországon élő férfi sportolót, a négyszeres olimpiai bajnok párbajtórvívót, kulcsár győzött, ami szíven ütött a nemzet sportolóját és lemondott a szövetségi kapitányságról. Most a szövetség alelnöke volt arról, van-e gyógyír, van-e megoldás a klasszistért méltánytalanságra, hogyan tovább. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, hát akkor ízlelgessük. Tehát, hogy Kulcsár Győző nem fért bele ebbe az ötösbe, amely a legyünk igazságosak, ebből az ötösből három delegált az már megvolt, ugye két plusz helyet kapott a, a vívó szövetség. itt szavazás történt, őt nem delegálták. Ez így pontos. Én azt gondolom, hogy a az, hogy a kit delegálunk a Magyar Olimpiai Bizottságba, és mikor, mert ugye azért ez is egy fontos kérdés, mondom, ez, ez egy lecsengett kérdés, az elnökség hozott egy határozatot, illetve egy titkos szavazással a katlak döntött. Azt tudni kell, hogy a Magyar Olimpiai bizottságba az elmúlt egy-másfél-két évben is lehetett volna a jó Szövetség részéről delegálni adott esetben a kulcsát győzött. Ő nem élt ezzel a, a, jogával, nem élt ezzel a kérdéssel, kéréssel. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve. Ja, ezt ezt <laughs> magyarázunk -e? Tehát, hogy hogy neki kellett volna kérni a vívószövetséget, hogy delegálja hát őt? Adott esetben ő, mint nemzeti sportolója alapból, ugye bent volt. Bent volt mint nemzeti sportoló. Nemzeti ő ezen a kvótán, ezen a részen <laughs> volt bent, és ezen szeretett volna adott esetben bent lenni. Én úgy gondolom, hogy innentől ez, ez, a, ez a kérdés az lezárult, és én, mint a Magyar ennek én úgy tekintem, hogy nincs kulcsárügy. Akkor ezeket a, az érzékenységeit, a, amikor azt mondja, hogy ez méltánytalanság vele szembe, és ugye ha a másik oldalról meg megnézzük a mérleg másik serpenyét, és benne van ez a pályafutás, és benne van az edzői pályafutás is, ugye most a, igencsak jó kilátásokkal bíró párbaj szövetségi kapitánya volt, szóval, hogy ezt, ezt nem érdemes mérlegelni? Sok mindent lehet mérlegelni, de én úgy gondolom, hogy ketté kellene választani a szövetségi kapitányi ö, posztot, és azt, hogy esetleg delegálunk-e valakit, vagy nem. Ha kettő választjuk, akkor azért hozzá kell tenni, hogy egy részben azért sikertelen, és ki kell itt mondani, hogy sikertelen Európa-bajnokság és világbajnokság után voltunk, de az elnökség továbbra is bizalmat szavazott az összes szövetség kapitánynak. Én azt gondolom, ezt a bizalmat élvezte, és ezt a bizalmat élvezi mai napig is. Nincs különbség köztük? Én Már azt a gondolom, hogy a munkájukat? Én, azt gondolom, hogy jobban dolgozott esetleg, mint mások? Én, én, azt gondolom, hogy akár Solti Antal, mert uh, szívesen beszélgetnék itt, uh -huh. mondjuk Solti Antalról is, és ha a női tör csapatról, aki jelen pillanatban a kvalifikációs helyen van, és nem olyan nehéz helyzetben van, mint többek között mondjuk a női párbajtör, azt gondolom, hogy nem lehet különbséget tenni kapitány és kapitány között, hisz azért mindenkinek más a megméretetése, valahol más csapatokkal kell küzdeni a Páston, és természetesen más az anyag is, már bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy más versenyzőkkel kell dolgozni. Valaki egy fiatal csapattal dolgozik, valaki gyakorlatilag mondjuk adott esetben a női törbe, mondjuk két anyukával és két fiatal és ott a két anyuka tudja húzni a két fiatalt maga mellett. Én úgy gondolom, hogy azért teljesen más is különbséget lehet tenni, és lehet mérlegelni is a különbségek között, ez, ez, lehet, hogy ez így van. De én, én a tekintetben azért határozott vagyok, hogy az, hogy valaki egy szövetségi kapitányi posztot elvállal, és vállal egy felelősséget ezzel, hogy ő adott esetben kiutatja a női párbajtör csapatot ugye az olimpiáról, ugye ez egy, ez egy külön választandó kérdés, egy adott esetben egy delegálástól. Az egyik. De ő valami a másik hogy. választani, ez nagyon fáj neki. Hát, hogy fáj neki, ezt én megmondom őszintén, nagyon sajnálom, hogy ő nem tudja ezt külön választani. Én úgy gondolom, hogy én is magam is akár hány vitánk volt az elmúlt időszakban, mert azért azt tudni kell, hogy sajnos a hogy a Szövetség az elmúlt időszakban azért elég nehéz helyzetben volt már anyagi helyzetekről tekintve, és azért megtaláltuk mindig a, a közös nevezőt és a kompromisszumos kérdéseket. Az, hogy valakinek ez fáj, mondom még egyszer, ezt én sajnálom, de jelen pillanatban elsős legfontosabb az, hogy a csapataink gyakorlatilag még harcban állnak. Uh, gyakor, hétvégén itt van egy, egy Grand Prix Magyarországon 180 versenyzővel, nemzetközi olimpiai kvalifikációs torna egyéniben. Úgy gondolom, hogy itt azért egy százszemesé mellett oda kell állni akár egy szövetségi kapitánnak, és már az ott esetben lemondott szövetségi és oda kell állni a Magyar Vívószövetségnek és a Magyar Vívásnak. Hát igen, ő azt mondta, hogy, hogy a felkészítésüket végezni fogja. Ha jól értettem, akkor ez, ez, valami jelzés a részéről. Tehát, hogy ő tovább viszi a szakmai munkát Londonig csak ezt a hivatalos pozíciót nem fogja igényelni, hogy így mondjam. Azt Ez mit Lesz új szövetségkapitány? Az, hogy lesz új, kapitány? Hát, azt, hogy lesz új kapitány, ezt véletlenül majd az elnökség fogja tehát a jövő héten elnökségülésen eldönteni, illetve az egész helyzetet kitárgyalni. Hozzáteszem, hogy az elmúlt napokban azért elég érdekes telefonokat azért kaptam, hozzáteszem, hogy Kínától egészen Amerikáig magyar edzők azért Elmondták a maguk privát véleményét. Mármint, hogy kritizálták volna Én azért mondom, hogy nem szeretném se nével, se most itt mondani és véleményt megfogalmazni, de azt mondom, hogy azért nagyon sokan kiállnak a sportág mellett. Mert mindenki azt látja, hogy egy rendkívül nehéz helyzetben, egy ne rendkívül nehéz kvalifikációs helyzetben van a női párbajtól csapat. Hozzáteszem, hogy ahogy például a női csapatos képest, és a mondjuk a férfi karcsapathoz képest még sokkal nehezebb az ő helyzetük mert itt azért uh, súlyos uh, pontokat kéne az elkövetkezendő két világkupán nekik uh, megszerezni ahhoz, hogy kvalifikálják magukat az olimpiára. Én azt gondolom, hogy ez, 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 egy markáns kérdés. Hozzáteszem, hogy a kapitány úrnak ez a váratlanul uh, tett bejelentése hogy az ominózus sajtótájékoztatón, uh, elég jól reagálták le az egyesületek és az egyesületeben lévő edzők is. Azt Így nem, gyakorlatilag... azt nem lehet mondani, hogy amikor azt mondjuk, hogy, hogy sokan uh, küzdenek a magyar vívósport eredményeire, fennmaradásáért, nehézségeinek megoldásáért, hát akkor ő is közéig tartozik, nem? Vélhetően igen, senki nem vitatta el tőle. Szóval hozzáteszem, hogy én, és azért mondtam, hogy nem kulcsárügyről kellene beszélnünk effektíven, mert a magyar vívás egészéről kellene beszélnünk, a ez nőítől, az, az a, az egy, ez a törtől, egy tünet, a törtől egészen a párba a tünet, tünet, kordig, és ez, ugye azt arról tudtunk, is kellene a, ugye azért beszélnünk, hogy mondjuk valamit, jelez, valamit jelez, ez valamilyen olyan, olyan egy, e, Én, nem, akarom, én nem, nem szeretnék véleményt alkotni mm -hmm. azzal a kapcsolatban, amit az előbb már te megemlítettél, az a, hogy a, és finoman érzékeltettem, hogy van egy poszt, amit elvállalok, és felelősséggel azt gondolom, hogy megyek előre, és van egy személyes döntésem, hogy adott esetben én ezt hogyan élem meg, vagy éppen uh, hogyan fogalmazom meg magamban gondolatokat, majd papírra vettem, és akkor ezt ezt hogyan fogom csinálni. Én ebben nem akarok most itt a nyilvánosság előtt, ez a, úgy gondolom, ez a Vívószövetségen belül. De, de nem lehet a, nem hogy arról hogy hogyha előző. megnézi az ember a listát, hogy a szöveg, tehát azon gondolkodik, hogy, hogy milyen értékrendet fejez ki egy névsor, akiket mondjuk a mobba delegál a társaság, és akik kétségkívül fantasztikus és érdemdús emberek vannak. De vannak mondjuk olyanok, akikre azt lehet mondani, hogy hogy hát lehet, hogy más jogon is be tudtak volna oda kerülni. Én, én, én minden tiszteltem például Gémesi Györgyi, de ugye ő Nemzeti Sportszövetség elnöke volt, nyilván benne lesz arról az ágról is a mobba. Tehát ezek nyilván ilyenkor ilyen érzékenységek, nem? És ugye ráadásul ez egy nagyon érzékeny terep ez a, ez a vívás, nagyon sok nagy egyéniséggel. Hát ha már szóval így, fog fogalmazom, hogy nagyon, nagyon sok egyéniséggel, akkor azt lehet mondani, hogy az öt hely, amit a Magyar Olimpia Bizottságtól kaptunk, akkor azt lehet mondani, hogy ez kevés. Mert ugye akkor itt akkor számtalan embert föl lehetne sorolni, mondom Kétség még kívül. egyszer, Solti Andástól egészen mondjuk ami most a a nem lenne, mondjuk adott esetben helyettes államtitkár, akkor a politis ide lehetne sorolni. Szóval azt mondom, hogy ez az öt fő, ez lényegében kevés. De hogyha azt veszük figyelembe, mondjuk adott esetben a Magyar Olimpia Bizottságnak a közgyűlésébe úgy tudunk még pluszba vívót delegálni, hogy mondjuk nemzet sportolójaként is bent van egy plusz szavazattal, uh -huh. akkor már az öt szavazat az már nem öt szavazat, hanem hat szavazat most csak a taktikai elemeket veszem ezt, a ezt, figyelembe. Ér, abszolút értem. Egyrészt, másrészt, személy azért van a tör... reprezentációs egy, elem, amikor és no, sokan, jó, sokan azt mondják, so... hogy most Füleki András vagy kulcsárgyőzet. Hát, e, az igen, az csak Füleki András jelen pillanatban a Magyar Vívó Szövetségnek a főtitkára, aki napi szintű kapcsolatban van a Magyar Olimpiai Bizottsággal. Úgy gondolom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság és annak főtitkára, mondjuk Molnár Zoltán nagyon sok segítséget nyújt most például a Vívó Szövetségnek abban, hogy mondjuk az utaztatásunk megfelelő szinten zöggenőmentes legyen, vagy Szabó Bencét is idehozhatom, mint sportigazgatót, hogy megfelelő szakmai háttere tud biztosítani, még a kinkeselves idézőben anyagi helyzeteknek megfelelően. Szóval én azt gondolom, hogy ezért lehetne sok olyan egyéniséget mondani, aki valahol valamilyen szinten kapcsolódik a víváshoz, adott esetben per pillanat mondjuk az ő neve nem került elő, de ettől független végzi mondjuk a klubokban, akár a Vasasban, akár a Honvédban, akár Len Balatonon. Akkor haragszol rá, ne? Én nem haragszok senkire. Féle ne értsük, én nem haragszok senkire. Mondjuk, ha azt mondom, hogy ilyen jó a magyar a benne vagyok egy háborúban, és ha, ha nekem mondjuk adott esetben a, légerő légierő parancsnokom azt mondja már a hónapról, hogy elmegyek, akkor vakarom a fejemet, hogy kivel fogom gyakorlatilag végrehajtani azt a légi csapást. De nem azt csinált, hogy, leve, hogy ott maradt a... De nem azon a poszton maradt. Csak levette a vállapját, de, levet de, de, a vállapját, de, de, de döntést nem ő neki kell meghozni innentől kezdve. Szóval azért lássuk be, hogy adott esetben levette a vállapot egyen lejjebb, vagy kettővel lejjebb ment. Mi lesz met a met megoldás? A ért, mi lesz a megoldás? Én azt gondolom, hogy a megoldás számtól lehetőség van. Először is ugye van egy jogi megoldása, mert ugye a kapitányonak két szerződése van, egyik szerződése, mint szövetségkapitány, másik, mint vezetőedzői. De ugye ezt jogászok majd eldöntik, hogy itt, itt, mi a megoldás a szerződés alapján. Én azt gondolom, hogy az, az elnökség szerintem jövő héten egy bölcs döntést fog hozni. Nem szeretnék előre menni. Természetesen az én fejemben azért sok minden van. De, megvárjuk ezt a bősgőtést, meg megvárjuk, visszatérünk rá, mindesetre én békét kívánok a vívósportnak. Jelen műtés. pillanatban is béke Kösz... van és nyugalomban, úgyhogy köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen,